Orbán Angela Merkelnek a jelenlétében tud még igazat is mondani. Emlékezzenek csak vissza a héten, valami olyasmit mondott, hogy mint egy 6000 német-német érdekeltségű cég olyan 300 000 munkahely életre hívásában, fenntartásában játszik szerepet Magyarországon. Igaz. Igaz, csak az a baj, hogy Orbánnak a kinyilatkoztatásai, az egyéb felületen történő mondásai, azok ezzel az igazságtartalommal nem párosulnak. Gondoljunk csak arra, amikor arról beszél, hogy 1 millió új munkahelyet teremtenek. No, nem akármilyet, olyat, amely adóforintokat termel. Nem közfoglalkoztatást. Gondoljanak csak bele abba, amikor arról beszél, hogy hogyan és miképpen fognak nőni a bérek Magyarországon, a minimálbér radikális emeléséről szól, és mi történt. Ezeket csak gondolatébresztőnek mondom. De ezen a héten történt az is, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete kicsit foglalkozott a közfoglalkoztatás kérdéskörével. Annak a fonákjait, amelyet gyakorlatilag 2-3 éve folyamatosan mondunk, ő is feltárta. Feltárta azt, hogy a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra való jutás, az mi csekély. Nem éri el a 10%-ot sem. És folyamatosan 7-8%-ról beszéltünk. Nem éri el a 10%-ot sem, és jön az ördögi kör, kikerülnek az emberek a közfoglalkoztatásból, vagy lézengés következik, vagy fekete foglalkoztatás, majd utána újra közfoglalkoztatás, és ez az örökké valóságba megy át. Nem véletlen, hogy ebből születik a mély szegénység, ebből születik a nyomor. Ez az, ami szélesedik és mélyül Magyarországon. Ez az orbáni hazugságoknak a tükrében születik. 20 év foglalkoztatási csúcsa, mint ahogy a bevezető mondatokban elhangzott. Újólag hazugság. Felvázolom önöknek, hogy miért az. Igen, csúcson van a közfoglalkoztatás. A közfoglalkoztatás az, ahol az előbbiekben említettek szerint nem éri el az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés a közfoglalkoztatásból való kikerülés követően a 10%-ot. Igen, csúcson van a gazdasági menekülteknek a száma, a külföldön történő magyar munkaerőnek a foglalkoztatása, ami nem eredmény, hanem kudarc. Igen, csúcson van a részmunkaidőben történő foglalkoztatás is, ami nem lenne baj akkor, hogyha ez arról szólna, hogy közben a valós munkaerőpiacon történő 8 órás foglalkoztatások is dominánsan nőnének. De amikor arról szól, hogy a 8 órás foglalkoztatásból csinálnak 2-4 órásat, és ezzel a család megélhetését lehetetlenítik el, akkor baj van. És mindezek mellett meg kell, hogy említsem azt is, hogy nem hallom, hogy harsogná adott esetben a média, hogy mi történik a kereskedelemben, 10-20, több 10 000-es elbocsátások, hogy mi történik mondjuk az egészségügyben. Mondok önöknek konkrét példát. Ismereteim szerint Debrecenben a klinikán mintegy 500 fő elbocsátására készülnek. Ismereteim szerint ugyanitt a Kenézi kórházban a tüdőosztályról fognak elbocsátani embereket, akiket máshol nem kívánnak foglalkoztatni. És közben a Fidesz ma éppen Mezőkövesden az oktatásról és az egészségügyről beszél. Javaslom nekik, arról is beszélni kellene, hogy a létező, az ő általuk okozott problémák kezelését hogyan és miképpen kívánják megteremteni. Csúcson a foglalkoztatás, mint ahogy mondtam, az orbáni hazugságok medrében haladva. Ha a teljesítmény olyan lenne, mint a hazugságok sokasága, ha az is azt az eredményt hozná, akkor jól állnánk. Visszatérek arra a két dologra, amit a bevezetőben mondtam. 1 millió új munkahely és a bérek. Nézzék, az előbb mondtam közfoglalkoztatás. A közfoglalkoztatásban nagyjából 150-200 000 fős többletet könyvelnek el adott időszakokban.
a külföldön dolgozók, akiket beleszámítanak a magyar foglalkoztatottak körébe, mert egy évnél nem régebben dolgoznak külföldön, nagyjából 100-150 ezer fős többletet jelent. És az a részmunkaidős növekmény, ami nem eredmény ilyen értelemben sajnos, ez egy 50 ezer fős növekmény. Ha a három számot egymás mellé helyezik és összeadják, ez a Magyarországon tanított, na nem a unortodox gazdaságpolitika, hanem a számtan alapjai szerint 3-400 ezer fős többletet jelent. Orbán adós ennek az országnak. Közel 5 éve kormányoznak, 500 ezer új munkahely kellett volna, hogy szülessen, adófizető, 100 ezeres nagyságrendű adósságaik vannak, de ha leszámítolom ebből mindazt, amiről beszéltem, amit a statisztika részévé tesznek, a lárpullár alapú közfoglalkoztatási töbletet, a külföldi munkát és egyebeket, akkor semmit. Nulla az, amit csináltak. Nulla, pedig a gazdaság az képes önmagát reprodukálni egy válságot követően. Csak nem megszorítani kellett volna, hanem hagyni működni. És a bérek tekintetében? Az az oly sokszor emlegetett minimálbér, amely tudják, Orbán szájba plakátolva lett Orbán által, hogy radikálisan nő, az ma 5000 forinttal kevesebbet ér, mint 2010-ben, ha átszámítjuk 2010-re. Kevesebbet érő pénzt kapnak az emberek a kezükbe, mint 2010-ben. Miközben a munkaadók és maguk a munkavállalók is összességében 93%-kal több járulékterhet viselnek a minimálbér után. Havi 32 ezer forinttal többet. És nem csak a minimálbér, a közfoglalkoztatotti bér értéke is ennek a kétharmados kormánynak a jóvoltából az egyharmadával csökkent. Vagy épp a köztisztviselői kör esetében, ahol soha nem volt olyan, hogy egy kormányciklus 4 éves időszakában ne változott volna, ne nőtt volna az illetmény alap. Ez most már 5 éve változatlan. 38.650 forint. Az országban dolgozó emberek közel 70%-a az átlagbér alatt keres. Miről beszél Orbán? Ezek a hazugságok sokaságai. Azt kell, hogy mondjam tehát, hogy nekünk az a dolgunk az ellenzéki oldalon, hogy mindezt megmutassuk. Nem véletlenszerű, hogy a jövő hétfőn ezért fogunk egy kisebb konferencia keretei között Miskolcon elindítani egy folyamatot, amely szembesít és amely megoldásokat kínál. Tudják, annak előtte, néhány esztendővel ezelőtt az éhségmenetét indítottuk onnan. Azért, mert azt akartuk, hogy vegye észre a kormány azt, hogy milyen nagyok a problémák. Most úgymond az emberi méltóság menetét kívánjuk indítani, és ezzel a konferenciával kívánjuk jelezni, hogy létező és súlyosbodó problémák sokaságával kell szembenézniük az embereknek. Ennek a kormánynak feladata, felelőssége és kötelessége van. Nem az a dolga, hogy abba az irányba vigye az országot, hogy akár Orbán, akár a pereputja, akár a haveri kör hogyan gazdagszik, hanem azért kell dolgozniuk, hogy Magyarországon több millió ember jobban tudja élni az életét, mint az előző esztendőkben. Tudják, olyan világot kell építeni, amelyben meg lehet élni. Amelyben az, aki dolgozik, az nem kevesebb bérhez jut, mint a létminimum összege. Ma több mint 1 millió ember, aki dolgozik, nem közmunkát végez, csak és aki dolgozik, akár a géppadok mellett, akár folyamatos műszakban, minimálbért keres, ami 20 ezer forinttal közel kevesebb, mint a létminimum összege. Mi arra törekszünk, hogy leváltsuk ezt a kormányt, akár egyedül, akár másokkal karöltve is odaérünk, akkor azt kívánjuk garantálni, hogy Magyarországon ne legyen olyan élethelyzet, amely esetében a dolgozó ember kevesebbet keressen, mint a létminimum összege, ezért nem véletlenszerűen mondjuk azt, hogy 100 ezer forint nettó, kézbevett összeg legyen a minimálbér, a nettója. Nem véletlenszerűen mondjuk, hogy az alapvető élelmiszerek tekintetében mértékadó árcsökkentést kell elérni, legegyszerűbb útja az Európa rekordos 27%-os áfának az 5%-osra történő csökkentésén keresztül érhető el,
amely megint csak azoknak az embereknek segít elsődlegesen, akik a mindennapi nehézségek keretei között élik az életüket. És még számtalan egyéb más eszközt is működésbe kívánunk hozni. A magáncsőd intézményrendszerét, vagy épp az értékteremtéssel párosuló közfoglalkoztatást. Az értékteremtéssel, amely nem szembeállítja egymással azokat az embereket, akik mondjuk folyamatos műszakban dolgoznak, azokkal, akik értékteremtő közfoglalkoztatást végeznek. De olyan közfoglalkoztatásnak, mint amit láttunk Gyöngyfán példaként, ahol 36 ember fél éven keresztül 300 méter árok pucolásában vett részt, napi 5-6 cm haladási sebességgel, de hát ez nem az értékteremtéssel párosul. Egy szó mint száz, befejező gondolatként azt mondom, nem lopni kell, nem csalni, nem hazudni, nem. Azért kell dolgozni minden egyes politikusnak, legkiváltképp annak, akinek meg működőképes eszköztára is van e tekintetben, kormány lévő politikusokról beszélek, hogy Magyarországon az emberek ne a nyomor felé, hanem a normális megélhetés irányába tudjanak haladni.